Tehát kedves hölgyek, urak, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ülve szoktam beszélni, mert elmúltam 70 éves, és már 3 órát már kicsit fárasztó lenne állnom. És mindjárt hagy mutassa be a pszichológiai tanszék vezetőnket. És mindenkinek szép jó estét. Nagyon szép jó estét. Mondd el a mondókádat, légy szíves. Elmondom a mondókámat. Menjek közelebb? Nem, ide gyere. Ide. Nagyon közel a válkasodhoz. Igen. Elmondom a mondókámat. Jubilálunk Gyuri bácsival. 10. éve dolgozunk úgy együtt, hogy a pszichológia az a Gyuri bácsi előadása előtt van, és úgy nézünk ki, hogy kezdtük előadással, és folytattuk csoporttal. És ez egy teljesen nyílt csoport, ami beszélgetős csoport és meditálós. Tehát úgy néz ki a dolog, hogy felvetünk egy vagy két vagy több témát, és ahány csoporttag megjön, vagy odaérkezik 4-5-re, az mindenki elmondja a véleményét arról az adott témáról, és körbe megyünk, hogy ki hogyan látja a saját életterülete, szakmája, tapasztalata szerint. Nagyon jó dolgok szoktak kisülni, mert olyan nézőpontból is látjuk ugyanazt a témát, amiből eddig ugye még nem. Ami nagyon fontos, hogy hitrendszereket egyeztetünk össze. Tehát vallásbeli, hitbeli, meglátásbeli, és persze néha-néha áttévedünk a teremtés területére is, de legyen ez titok, hogy hogyan. Úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmet, és most további nagyon jó előadást kívánok mindenkinek. Na hát. És várom szeretettel a tagokat, ugye? Mert pont mondta Gyuri bácsi, hogy jelezzem, hogy közös jegyünk van, tehát amivel a Gyuri bácsira jönnek, azzal jöhetnek hozzánk is. Így van, így van. A vita és a megbeszélős estre. Köszönöm a figyelmet. Na hát akkor, drágaságaim, kezdjünk el dolgozni. Nagyon sokan kérdezték, hogy lesz-e suli, meg mindenki, nem csak te, hanem tényleg mindenfelől. Jönnek is, már bejelentkeztek, hogy innen jönnek, onnan, külföldről is nagyon sokan jönnek, és kíváncsiak arra, hogy miről beszélgetünk. Nagyon sokan nézik, hát most a rövidesen átlépjük a 2,5 millió letöltést, az azért mond valamit, az a napi 1500 néző az mond valamit, hogy az embereket ez érdekli. Én hozzáteszem, én nem vagyok fizikus, bár sokszor neveznek időfizikusnak, de én nem vagyok fizikus. Biológus sem vagyok, meg orvos sem vagyok, meg ilyen se. Én lelkész vagyok, de annak is egy nagyon furcsa válfaja. Tudni, hogy én a teremtéssel foglalkozom, nem a Bibliából olvasgatok föl, és ennyi az okosság, és elmondom róla valamilyen elképzelésemet, hanem én a teremtés legmélyebb titkaira megyek le, annál már mélyebbre nem lehet lemenni. Tehát hogy működik maga a teremtő, hogy működik az egész világegyetem, az univerzum általánosan, alapból, és aztán ebben persze benne vannak a vallások, a hitek, de ezen túl sokkal izgalmasabb dolgok vannak benne, tehát nem arról beszélünk, hogy kell hasra esni, melyik Isten előtt hogy kell hasra esni, szóval nem erről van szó. Bár az egyisten hívők azok görcsösen próbálkoznak avval, hogy bemagyarázzák nekem, hogy ez az egy van, aztán annyi, és igen, nekik igazuk van, csak nem értik az egészet. Tehát egyből keletkezett minden, és ezt János könyvében olvasd el, ott mindjárt az elején ott van, hogy minden, ami lett, az igéből lett. Ha minden, akkor az legyen minden. Az összes elágazás, természetesen vannak angyalok, kerubok, stb. Ezek mind vannak, csak ezek nem azok, amiket gondolnak róla. Szóval egy kerubhoz találkozhat veled akár az utcán is, fizikai, emberi testben, vagy földön kívüli testben is lehet. De az nem azt jelenti, hogy a kerubok földön kívüliek, mit tudom én, milyen figurákat kell elképzelni. Tudnék, ezek lelkek, és a lélek az egy porszemnyi kis valami. Ezek fölvehetnek egy testet. Szóval, hogy fölvesz egy testet, akkor olyan alakja van kinézésre, beszél avval a testtel, vagy valamilyen más módon kommunikál, mert nem mindegyik beszél. Valamelyik nem is szokott egyáltalán beszélni, de megszorol a fejedbe, amit gondol. Tehát belenézek a szemedbe, és hallod a gondolatomat, és akkor ez egy ilyen érdekes dolog. Akiket a földön kívüliek elterjedtették, ez ott is nagyon gyakori, de az nem azt jelenti, hogy minden földön kívüli az angyal lenne. Bár ezt azért meg kell gondolni, mert a sumérül az an, az a felső ég, az en az alsó, az an a felső ég, és a gyal az meg azt jelenti, hogy gal a szülött. Azt jelenti, hogy ég szülött. Hát de, bogárkám, hát a földön kívüliek is ég születtek, nem itt a földön született, hanem valahol a fene tudja az égben. Hát persze itt iszonyatosan lelassult felfogás van a világról, de olyan lelassult, hogy sírva fakadok néha. Tehát olyan lapos, ilyen síkagyú
elgondolkodás. Aztán azért még hallani a szájakból azt, hogy holttányér, meg napkorong, ugye ezt azért meg gondolom hallottad sokszor. Ez egy marhaság, mert ez a nap az egy gömb, a hold is egy gömb. Na most erre kitalálták a síkhagyóak a síkföldet, és az a nagyon érdekes, hogy van olyan sík univerzum, tényleg van, tehát az univerzumnak van egy hierarchikus felépítése, elindul egy pontszerű parányi kis valamiből, az egy időforrás. Nem egy bácsi, nem egy néni, nem egy nagyszakállú néni vagy bácsi, nem. Az egy időforrás, az egy parányi valami, egy atomba akár egy millió is elfér. Tehát egy darab hidrogénatomba. Nem nagy hajsúlyú atomba, egy parányi hidrogénatomba. Tehát egy millió is belefér, mert a fénykvantumok, amik mondjuk a neutronban, meg a hajsúlyú, ott már esetünkben csak a protonok vannak, deutériumban már kicsit több van, mert dupla annyi van. Ugye ott már 2 millió is elfér, és ez tulajdonképpen, ha meggondoljuk, a deutérium a normális hidrogén, mondod csak végig. Az oxigén, ugye, hogy is van? 16 a 16 elem van a magjában, 8 proton, 8 neutron van a magjában, és 8 elektronja van. Egy normális oxigén, nem egy izotóp. Tehát abban ez van. Nitrogénben 7-7-7, tehát ugyanúgy megvan, tehát 7 proton, 7 neutron mellette, azok a neutronok azok valamilyen ilyen ragasztó jelleget töltenek be, hogy együtt maradjon az atomnak. Tehát annak valami ragasztó jellege van, és az a nagyon érdekes, hogy megyünk fölfele az urán felé, tehát a nagyfajsúlyú, nagy macsó elemek felé, úgy egyre több benne a neutron. Tehát több malter kell hozzá, hogy együtt maradjon. Tehát ez egy ilyen. És én nem vagyok atomfizikus sem. De azért nagyon érdekes, mert tehát mondjuk a katolikus egyházban is ugyanarról szól a történet, csak nem veszik észre, a hívők erről szinte semmit sem tudnak. Tehát például tanulnak a atomfizikát is a papok. A Boda professzor az a természetes istentant, és az atomfizikát tanította a pap növendékeknek. Ugyanaz a tanár. Tehát ez benne a lényeg, hogy ez egy alapvető dolog, hogy ismert az, hogy atomok vannak. Az emberek jelentős része nem, hogy atomokról nem tud semmiről semmit. Tehát nem tudja, hogy a hold a nap körül kerül. Most nem hülyeskedek, pont az USA-ba, hogy csináltak ilyen statisztikát, és hogy körülbelül minden második ember nem tudta, hogy a hold a nap körül kering. Föld körül kering a hold. Meg hogy a föld körül kering a hold, azt se tudják. Tehát nem tudja. Minden a föld körül keringő, azt látja, hogy ilyen a nap, meg a csillagok, álló csillagok, az egy ökörség. Mi az, hogy álló csillag? Hát a galaxis forog. De a távoli galaxisok is forognak, nincs álló csillag, ez egy hülyeség. Na, de ezt mondják, és akkor ja, nagyon okosan elmondják neked. Ne viccelj már velem. Én csillagászatot a Kulin Gyuri bácsitól tanultam, még a Sánc utcában. Hát most már valami ronybazárt csinálnak abból is, mert hogy az egy csillagvizsgáló volt ott, ahol a Kulin meg egy pár lelkes ember ott csinálta a dolgokat, aztán az eltársaknak olyan tűrt valami volt ez a csillagászat, nem értette vele egy szót se. Most a hülyék azok mindig menekülnek a tudás elől, mert kiderül, hogy hülye. Tehát valaki még talán megkérdez tőlem valamit. És akkor én arra nem tudom a választ, és akkor elmenekül előle. Ez gyakori. Vagy visszakérdez, mint az amerikaiak. How are you? How do you do? Visszakérdez, how do you do? Ugye? Visszakérdez, hogy hogy vagy, hogy vagy? De arra már nem kíváncsi, hogy te hogy vagy, francokat sem kíváncsi. Barács. A francia is visszakérdez. Francia is visszakérdez, így van. De hát, igen, hát az emberek ilyen érdekes módon vannak. Itt mindjárt kitett a Péter egy táblázatot. Ez a táblázat igazából azt hiszem, hogy a salgó törelni kohászati lapok mi a fenébe jelent meg, mert nem engedték megjelenni a fizikai szemlébe. Az érdekesség az, valami nagyon-nagyon fontos érdekesség van benne. Azt kellene észrevenni. Ki az, aki ezt kiszúrja? Van egy nagyon izgalmas, egy darab tényező, a második sor függőlegesen. Ez az E-M elektron, az elektron tömege. De nézd már meg, az összes részecske, amit függőleges első sorban van, egészen a nagyon nagy tömegű bozonokig, vektorbozon, mit tudom én, ott vannak a Z-bozon a végén. Tehát nézd meg, hogy ez a sorozat, a második tag az mindenhol M-E.
vagyis hogy azzal mindenképpen a dolgot szorozni kell. Benne van az összes részecskében az elektron. Akkor valami fontos dolog lehet az elektron. És akkor még ráadásul még izgalmasabb dolog van. Van ott egy ilyen, a negyedik oszlopban, pi a nulladikon, pi a harmadikon, negyediken, ötödiken, hatodikon, hetediken, kilencediken, tehát a pi-nek a hatvány. Ha valaki ezt nem érti, csak mondanám, hogy nem kell megrémülni, ez a hányadikon meg. Ezért, mert pi a másodikon az azt jelenti, hogy kétszer, össze kell őket csak szorozni, a két ugyanolyat összeszorozod. Ha háromszor szorozod össze, akkor már pi a harmadikon, ha négyszer, akkor pi a negyediken. Ilyen egyszerű. Szorozni meg, hát tudjátok. Még a kis számológépen is tudtok szorozni. Egyébként már papíron az embereknek a hát a hármen része nem tud szorozni. És hát nem is igazából a kasszánál meg se számolja, mennyi pénzt kap vissza. Tehát ilyen funkcionális analfabéta. Nem tud kivonni, összeadni. Nem tud szorozni, nem tud semmi. Komolyan funkcionális analfabéta, hogy ne derüljön ki, mosolyog, és elvonul a kasszával, begyűri a pénzt a zsebébe, ilyen nagy vagyok, nekem ez nem számít majd, mit, mennyit adnak vissza. Ezresekkel verik át. És én nekem olyan szemem van, hogy én kiszúrom, hogy ilyen van, volt, hogy visszaküldtem a nőt. Hogy figyeld, átvágott a pénztárosnak, nem veszed észre? És a pénztárosnak odaadta neki az ezrest, mert ő pontosan tudta, hogy átverte. Odaadta neki az ezrest. Tudom, figyelj, nem veszed észre. Egyszerűen nem tud összeadni. Nem tud térképet olvasni. Felnőtt, 18-20 éves, ilyen nagyon csinos, egy nagyon a jó alakú csinos hölgy megállított itt a posta előtt, itt a Florián téren, hogy hol van a Tere utca, vagy mit tudom, ilyen valamit keresett. Mondom, az a Dunának a túlsó partján van, ott a rendőrség épület mellett az a Tere utca. Ott volt a térkép a kezébe, a Google Earth ott volt, csak éppen egy nagy baj volt vele, feje lefelé állt a kezébe a telefon. Tudod, miről van szó? Hogy halvány szinkja nincs róla, hogy mit nézeget. Tehát már térképet már be tudja hívni, mint alkalmazás, csak éppen nagy probléma azzal kezdődik, nem tud térképet olvasni. Tehát nem tudja, melyik az út, melyik a folyó, melyik a... Szóval semmiről semmi nem tud. Nem tud térképet olvasni. Ha a érdemes megnézni, már az jó régi, de mindig ajánlom, érdemes megnézni, írjátok be azt a kereső, hogy nagy egyetemista teszt. Érdemes megnézni. Nem túl régen, pár évvel ezelőtt csinálták, tehát nem valami, ó, hát 50 éve így volt. Nem, ez 3 éve volt így, vagy 4 éve, hogy végigjárták a nagy egyetemeinket, és alapvető intelligencia kérdéseket tettek föl. Mikor volt a második világháború, vagy az első világháború, vagy ki volt a Petőfi Sándor, vagy szerintem alapvető kérdéseket tettek. Fiatalnak, öregnek. Ne tudd meg, hogy a tanárok is hülyeségeket beszéltek. A tanárok. Tehát ő mondta, hogy ő tanár, itt tanít. No, hát. És egy valaki tudta a válaszokat, ami nagyon elképesztő volt. A büfés csaj, az ELTE-n a büfés csaj tudta a választ. Mert megkérdeztek ilyet, hogy Csehországnak milyen tenger mossa a partjait. Na most ezek így néztek kifelé a fejükből, akiket megkérdeztek, milyen tenger, milyen Csehország, milyen... Nem tudta, hogy hol van Csehország, nem tudta, hogy van-e tengere, nem tudta semmiről semmit. Tehát ezek ilyen puskából vizsgáztak le, és tök hülye. De tényleg olyan tök hülye, most képzeld, ez fogja tervezni a hidat. Gyerekek! Hát a Műszaki Egyetemen is ott távcsöveztek a sörrel, ott nagyon távcsöveztek, csak éppen egy a fiatalok, csak éppen nem tudta, hogy a Holdon elejtek egy golyóstollat, akkor a Holdon lejtett golyóstoll az milyen módon esik le, vagy nem. Szóval, hogy azt mondja, ott nincsen súly. Azt mondja, hogy elszáll, eltűnik. Ilyeneket mondtak. Tehát ilyen mérhetetlen nagy marhaságokat mondtak egyetemisnek. Na, ez hova járt faiskolába? Tehát ott is okosabbak, még a nyárva csemete is okosabb nála. Hát ne viccelj. Hát valami szörnyű. Szóval egy funkcionális analfabéta jön ki, tehát az nagy baj. Az nagyon nagy baj. Nem azt jelenti, hogy minden fiatal hülye. Van, akit az apja, anyja megtanít mindenre otthon, mert az iskolában nem tanulja meg. Megtanítja otthon, és ezek tovább jutnak aztán a dolgokba. Tehát a többi, az a kevesen. És ilyenből nagyon sok van. Hát tényleg,
fiam dolgozott ilyen csajokkal együtt, nagyon jó beszélt három nyelven, nagyon csinos is volt, minden nagyon jó volt, csak éppen nem tudta mi az, hogy dolgozni. Életében nem dolgozott egy percet se. Beállt dolgozni, és el kellett volna ügyeket intézni, de azt meg nem tudtam, mert nem figyelt oda, nem is képes odafigyelni. 5 percnél tovább nem képes semmire odafigyelni. Mindjárt a körmét kezdi igazgatni, nézegetni a frizuráját, morikája, de közben nem tud semmiről semmit. És azt nem mondta, hogy nem lehet csinosnak lenni, nem lehet megfésülködni, ezért nem ezt mondom. De bocsánat, hát azért mi lesz itt, hülye intézet? Tehát ez nehogy azt itt, hogy ennek a kormánynak a hibája. Nem ez a kormány csukogatta befele sorba az iskolákat, bocsánat. Nem ez csukogatta. Mert mindig mondják, hogy ilyen tanárok fizetés. Na igen, de ez itt elkezdte emelni a fizetést, ott meg ott csökkentette. Tehát ilyen simlis dumák vannak, a politika az politika. Mi nem politizálunk, de azért én látom, nem ők vak, hogy ki mit csinált. Ki az, aki valami eredményt elért. Ez érdemes ezt megnézni. És akkor mindig kívülről kifele mutogatnak, hogy az a hibás, meg az a hibás. Egyébként emberi tulajdonság. De neked is van ilyen szokásod, hogy kifele mutogatsz, amikor van, te elrontasz. Biztos elrontotta valakinek, közben te elrontotta, de ó, hát van ilyen. Na visszatérve erre, nézd meg, az a pi szorzás sorozat, a igazából ugye a hatványozás az egy szorzás, egy többször is ott szorzás. És az elektron a legfelső sorban van, és azt mondja, hogy az elektron szorozva egyel, itt rendes törtek vannak, nem tizedes törtek, és az a nagyon érdekes, hogyha megnézed, akkor a protonnál éppen szer 6. Az elektronnál szer 1 van, tehát nem tört. Nagyon lényeges elem, tudnék, ez biztosítja az hosszú idejű tartósságát. Tehát, hogy nem töredik az egész, nem egy csak egy kis ezred másodperc, vagy milliomod másodpercig létezik, azt el is tűnik a létezésből. Eltűnik a létezésből. Nagyon érdekes. Na, ezt nem tudják, mert a ködkamrában az nem látszik. Ha eltűnik a nyom, akkor eltűnik. Hát ugyanaz, mint elejtek egy golyóstól, nem tudom, mi lesz vele, eltűnik. Ez pontosan ugyanaz. Nem véletlenül hoztam fel. Tehát, hogy tessék, parancsolj. Az is érdekes, hogy a neutron az, ha jól látom, nem került rá erre az ábrára. Ugye ebből is lehet gondolni, hogy a neutron nem került rá az ábrára, pontosan ahogy mondod. Miért nem? Mert az egy proton és egy elektron. Sajó bácsi tudta, ezt dr. Sajó Istvánnak a munkája, és nem az enyém, de ismertem személyesen is. Sajó bácsi, sőt, még a lakásomban is volt egyszer. A lényeg, és nagyon örült neki, hogy én ezekre rájöttem. És elmondtam, hogy hát a proton meg az elektron az nem két részecske, hanem egy. De hát az egyik barion, a másik fermion, hát hogy? Nem, ő nem ezt mondta. Hanem azt is mondtam neki, hogy nekem rettentően gyanús, hogy nem egy elektron van egy protonban, hanem kettő. Mi utalhat erre? Van-e valakinek ötlete? Van-e valamilyen bizonyíték erre a buta kijelentésre? Ha egy elektron lenne... Hogy nem egy elektron, hanem kettő. Akkor nem maradna semmi. De nem marad, de hogy nem maradna? Benne nem. De nem, benne is marad, ez a kint is vagyok, bent is vagyok, jaj, nagyon boldog vagyok állapot. Tudjuk, az elektron holografikusan jön ki, és teljesen úgy viselkedik, mint ha bent lenne. Tűnik időszálakkal össze van kötve a saját protonjával, ő kelti a protont. Na de akkor is ő kelti a protont, képzeld el, hogyha Kínában van az elektron. Vagy elvitték a Holdra, mert ilyen van, vittek el a Holdra elektront? Hát hol, kik vitték el? Hogy vittek a Holdra elektront? Na. Hát, vittek ilyen tükröket. Tükröket, holdjárót, mit tudom. Hát a földi elektronokat felvitték a Holdra, vagy nem? Hát dehogy nem. Volt-e elektromos töltése annak a járműnek? Hát bizonyára volt. Valamennyi. Egy elektronja biztos volt neki, ami szabad elektron volt, és több is volt szerintem. Sok volt. Na de az a lényeg, hogy a neutron az tulajdonképpen egy gerjesztetlen hidrogén. Ha gerjesztem, hidrogén lesz belőle. Hogyha visszateszem az elektronját a protonjába, akkor megint neutron lesz.
És ez a lényeg. Na most ez miért olyan fontos? Ez nagyon-nagyon fontos. De miért? Mert ebből áll az egész világegyetem, gyerekek. Ebből az egyféle valamiből áll. Vannak részecskék, itt mutatja a sorozatban, hogy van egy csomó részecske, csak egy nagy baj van, hogy nem ebből áll a világ. Mert ezeknek a megmaradási ideje általában egy milliómod másodperc sincsen. Tehát még annyi sincsen. Tehát ezek nem tartós részecskék. A tartósak az elektronok, a protonok, meg a neutronok. Ezek tartósak. A többi az nem tartós. És ennek megvan az antianyag párja is az univerzumban, mert van, nem csak elektron, pozitron is van. Ha van pozitron, akkor ez mit jelent? Van neki valahol egy protonja, méghozzá egy antiprotonja. Van neki. És az a nagyon érdekes, hogy ha ez a pozitron itt sokáig tartozkodik, nem tud sokáig itt tartozkodni általában, mert hogy nem támogatja ez a téridő a fennmaradását. A téridőnek a tükörvilága támogatja, de ez az oldal, ahol mi tartózkodunk, ez nem. A világegyetem egy tükörvilág. Van az antianyag, meg az anyagvilág, és a kettő között így ide-oda oszcillál. Őrült sebesség ez, ha ne úgy gondolt, hogy majd 10 000 évig itt lesz, az 10 000 évig ott lesz. Nem. Ez őrült tempóban ide-oda rezeg, és hol ez a világ létezik, hol az, hol ez, hol az. Egymást keltik. Na, az az ördög. Az a pokol, gyerekek. Mert hogy? Pusztító ránk nézve. De nekik mi vagyunk az ördög. De nem azért, mert rosszak vagyunk, meg patánk van, meg kénköves, felejtsd ezt a hülyeséget. Nem erről van szó, hanem mi vagyunk nekik a pusztító, hát egymásnak vagyunk pusztítók. Hát, ha én átmegyek oda, elpusztulok, ha ő átjön ide, elpusztul, tehát mi egymás nézve pusztítóak vagyunk. Hát erről szól a hidrogénbomba. Csak majd tessék, vagy a cárbomba, ne is beszéljünk róla. Amit az oroszok csináltak, hogy mit 55 megatonnás bomba, gyerekek. Hát az 20 kilotonnás volt a Hiroshima, vagy mi. Tehát ilyen 10-20 kilotonnás volt a két bomba, amit felrobbantottak Japánba. Tehát ilyen kis fingilingi volt ehhez képest. A megatonnal millió tonnát jelent. És hát persze, hogy mennyire együgyű ez a hülye világ, TNT-ben számolják. Hát az a trinitro toluol, mert abban az időben a dinamit, az volt a nagy halála. Vá, robbanóanyagok, és vá, és ez, hát gyerekek, ne hülyeskedjünk már. Ez volt a fontos, ez volt a nagyon. És miben számolják a robbanásnak a mértékét? Dinamitban, TNT-ben. Hát nem hülyék ezek? Mind. Mindegy szállik. Jó, hát persze tudom, át lehet számolni, de akkor is megatonnáról beszélnek, hogy mintha fölrobbantaná 55 millió tonna dinamitot, akkor átrobbant az a bomba az oroszoknál. Még 400 kilométerre is kivitte az ablakokat. Nem kicsit pukkant. Bizony, az egy tekintélyes nagy pukkanás volt, pedig abban nem volt annyi robbananyag. Ha megnézed belülről azt a bombát, akkor kiderül, hogy szinte üres. Tehát nagy, méretre nagy, mert hogy valamekkora távolságba kell lenni ezeknek, hogy a dolgot le tudjon, a folyamat le tudjon rendesen játszódni, a robbanás folyamata, és több lépcsős folyamat ez, és amikor lejátszódik a folyamat, akkor jön létre az a nagy pukkanás. De az nem más, mint kavitáció. Állandóan harcolnak a nap, honnan van ennyi, miért ilyen forró a protuberancia, ugye a napból ilyen lángnyelvet csapkodnak ki. Tehát te majd tessék azért észrevenni, hogy a lángszavunk az sokkal, de sokkal régebbi. Tehát az 1000 évnél is régebbi az a lángszavunk. Na most arról nem is beszélve, hogy nem egy nyelven a napot úgy hívják, hogy lá. A ngö végződés, az, tessék megnézni, a tibetiben is megvan, rokonság, mert hogy kelet felől jöttünk errefele. A tibeti nyelvben van nyelvrokonság, milyen érdekes. És a ng, az egy ilyen, olyan, mint az ing, tehát körül, valamit magára ölt. Majd tessék észrevenni, hogy a nagyon keresztény, nagyon Bibliában éppenséggel az van, hogy a napba öltözött asszony. Mi? Milyen asszony? Mibe öltözött? Gondold végig. Tehát tényleg gondold végig. Mibe öltözött az asszony? A napba? Hát az iroz nagy.
Ez a nap, ami a mi napocskánk, hát kis napocska, 1,5 millió kilométer átmérő majdnem. Tehát azért az a kis napocska azért annyira nem kicsike. És 150 millió kilométerre van ide, tehát annak ellenére, hogy 150 millió kilométerről még látjuk egy félfok látószög alatt, az nagy. Az nagyon nagy. De az is korong. Innen látszik, de nem ért a semmilyen folyamathoz, de leharcol mindenkit. És mert ő nem érti, de úgy akarja előadni magát, hogy ő jobban érti nálad is. De közben semmit nem ért. Na hát itt van egy ilyen protuberancia kitörés. Tessék megnézni, hogy ilyen lángnyelv tör ki a napból, gyönyörű szép. Sokkal világosabb, mint a napfelszín, az 6000 fokos. Itt le van szűrőzve, azért ilyen sötétvörös, mert a szűrővel ezt lefogták. A protuberancia láthatóan sokkal fényesebb, tehát millió fokos hőmérsékletek is fellépnek ott. És az benne nagyon érdekes, hogy a napnak a mágneses tere mentén a kilövelt anyag hulli vissza a napba. Tehát egy ilyen íven a mágneses erővonalak mentén szépen visszahull a napba. És ez a láng, majd tessék majd észrevenni, azért mondtam, hogy a napot úgy hívták sok nyelven, hogy lá, keleti nyelveken főképpen, lá, az a nap, és a láng, az a nap ruhája. Mondom, tessék már majd észrevenni, az ing szavukra nem véletlenül hivatkoztam. Fingot is mondhattam volna, de az nem olyan jól hangzik. Tehát, hát igen, mert hát az is körül lesz, azt nem tudsz tőle szabadulni, szóval az egy másik történet, de az is olyan. És tessék észrevenni, hogy onnan föntről megállt egy helybe, és szépen, mint a hullana föntről lefelé az anyag, aztán a végén kifogy, de megint lövel ki bele, és ez egy ilyen protuberancia. Ez gyönyörű, szépen látszik, amikor napfogyatkozás van. Látszanak ilyen, ugyanezek a protuberanciák. Le van takarva a nap tányér, ugye, most én is tányért mondom. A nap gömbje le van takarva, és akkor a szélén éppen, hogy ne lássa, ne legyen benne a fénye a távcsőképébe. Azt ki van számítva nagyon annak a mozgása, ott nagyon pontosnak kell lenni. Ezret fokot elmozdulsz, már belelóg valamerre, szóval már nem jó, és abban vakítóan belelóg. Tehát ezek a protuberanciák folyamatosan keletkeznek a napon, ahová visszaesik azok a napfoltok. Tehát a napon ilyen fekete, sötétebb, hát fekete, feketének látszik a fehérhez, vagy nagyon világoshoz képest. Persze az sem fekete, az is baromi forró, de mivel megjárta a hideg világűrt ott kint, és visszahűlt, és ahogy lehűl, visszaesik a 6000 fokos felszínre, oda visszaesik egy 4000 fokos ilyen anyag, tömeg, akkor az ott leüti a napnak a felszínét. Mert visszazuhan oda a hidegebb, már hidegebb, mert lehűlt anyagi, a megmaradt anyag. Mert nem marad meg az egész anyag. Egy igen nagy része az annihilál, vagyis hogy eltűnik. Hogy annihilál? Tessék csak egy picit elgondolkodni. A nap belsejében őrült nagy nyomás van. Tehát ilyen millió atmoszférányi, tehát őrült nagy nyomás van a közepében. És akkor ilyen konvekciós áramlások vannak benne, tehát ilyen áramlások vannak benne, és ott, ahol kiér a felszín közelébe, ott áttör a felszínre, és kilő ez a protuberancia, amit itt láttuk. És akkor igazából hirtelen nyomásugrás következik be, hát ugye a napnak is van valamennyi légköre, azt nem lehet mondani, hogy körülötte nincs anyag, nem is ritka légköre van, de ez messze azon is túlmegy. Tehát egy-egy ilyen protuberancia néha tisztára olyan messzire megy el, mint a Föld átmérője. Tehát őrült nagy. Hát emeli oda, teszed a Földet, az körülbelül a nyillal, ami ott jobbra van a nyill, körülbelül azzal a kis nyilacskával, azzal lehet összemérni a Föld nagyságát. Tehát Föld az itt egy ilyen kis orbafingó semmiházik. Tehát őrült nagy lángról van szó, meg őrült nagy kitörésről, nem olyan, hogy kell kis lángocska, mint a gyertyából, nem, itt őrült nagy lángok törnek ki, őrült nagy, szóval elképzelni nem tudsz olyan láng kitörést. És ott ilyenek törnek ki, és ezek melegítenek minket. Ha ez nem lenne, akkor te se lennél. Mert hogy ennek nagyon lényeges eleme van. Ugye azt mondták, hogy mi pogányok voltunk, és akkor a napistent imádtuk, erre kihozzák nekem a templomba a napnak a képét, ugye, az oltári szentséget kihozzák, egy ilyen sugaras nap.
De ha megnézed, mit tudom, a Mátyás templomban, akkor ott a mandorla körül ott vannak ilyen fénysugarak szanszét. Persze, mert a Mária az a fényszűz. Persze. És ez nem véletlenül van. Csak már persze nem értik is, az a szilvabag alakú, furcsa alakzat. Az nem más, mint amikor két gömb belemegy egymásba, és azon belül létrejön egy olyan kettős zóna, kettős időzóna, mert az egyik gömb is egy időkiáradás, meg ez is egy időkiáradás. A kettő egymásba akadálytalanul bele tud menni. Igen, de itt ezen a kis zónán belül már kettős idő van, mert mind a kettő jelen van. Nézd meg ezt a mandorlát a boldog asszonnyal, és tessék majd észrevenni, hogy ez a mandorla, ez az alakzat, amiben egy anya van a gyerekével. Hogy van ez az anya a gyerekével? Hát úgy, ugye, hogy az atyából keletkezik, de itt ne biológiai apucikáról tessék gondolkodni, mert itt is egy katasztrofális félremagyarázás van. Nincs semmilyen biológiai bácsi, aki fölcsinálja az asszonyt, nem erről van szó, drágáim. Itt teljesen másról van szó, az atyáról, a fiúról, és az anyáról is szó van, amit aztán úgy valamennyire háttérbe szorítottak, de a patriarkális világ az úgy háttérbe szorította a nők, az csak olyan másodrendű, most marhára tépik magukat, hogy a nők nem másodrendűek, most aztán szétgyőzték magukat, na majd aztán nézd meg, mi lesz ennek az eredménye. Csak nézd meg, mi lesz az eredménye. Szétgyőzték magukat, azért van annyi szingli Amerikában. Mindig nézd meg, ott van Amerikában már ennek az előképe, amit nálunk most még nincsen egészen, de már folyamatban van. Tehát ott az előképe. A sok magányos nő, akik szeretőket tartanak, néha, mert igényük van rá, hogy kéne egyet, jó nagyot, és akkor keresnek maguknak valamilyen macsot, aztán jó, ennyi volt a történet. A gyereket is csak biológiai apát keresnek, meg egy balekot, aki majd fizeti a gyerektartást nekik, mert a gyereket nem engedi még látni se, mindent, hetet, havat összehortolja, te meg se közelítesd. Mert ő az birtokolni akarja, az enyém, és te neked itt semmi közül. Megcsáta, de húzzál innen. Erről szól az egész, tessék, majd észre. És ez nagy baj. Nem, a gyereknek is baj, neki is baj. Neki is. De hogy azt, hogy a nők ezzel győztek. Hát olyan halálos nagy pusztulást hoztak magukra, amekkorát kisebb. Nézd meg ezeket a 40 éves gyerektelen nőket, hogy milyen. Nézd meg, hát meg kell nézni. De olyan pánikban vannak, mert mindig a férfi a kapuzárási pánikáról szoktak beszélni, de bocsika, a nőknek is van kapuzárási pánika, sokkal inkább. Én 70 éves koromban is tudok gyereket csinálni, még 74 éves koromban. Érted? De ő már nem tud. Tehát őt van aztán az igazi kapuzárás, ugye? Mert 42, aztán itt ennyi volt. Már 36-nál ennyi volt sok nőnél, ugye? Már kész, és nincs tovább. És akkor ő győzött. Mert szanaszét karrierezte magát, ilyen főnök, olyan főnök, ilyen férfias ízei frizurányjal, az zakóba jár, és úgy viselkedik, mint egy macsó. Tényleg, nézd meg, én csak buzinak hívom, na minden. De, hát persze, mert hát igazából nem tudja eldönteni, hogy fiú vagy lány, legalább kiment a klotyóra megnézni. Katyába férfi ruhába járnak, férfi zakószerűbe járnak, kosztümkabát, de nagyon férfi a szabású, rövidre nyíratják a hajukat. Ugye, mert ők föl akarnak tetszeni, hogy jobb vagyok egy férfinél. Igen, lehet, hogy jobb vagy egy férfinél. Nem mondtam, hogy nem. Csak azt figyeld meg, hogy 40 éves korod után is jobb vagy egy férfinél. Mert az nagyon nagy baj lesz, gyerekek. Akkor jön ki a baj. Ugye, kiment az utolsó villamos, és kész. Ennyi volt. És aztán már gyereked nem lett jó, hát örökbe lehet fogadni. Mesterségesen be lehet ültetni valakinek a megtermékeitet, petesejtjét, szóval ilyen hülyeséget még ki lehet találni. De az már nem igazán a te gyereket. Te szülted meg esetleg, de nem a te véred, hanem valaki, akiről azt se tudod mondjuk, hogy kicsoda. Mert ugye erre nagyon vigyázzak, nehogy veperel gyerektartásért. Mert ugye ez egyébként is által van nőgyógyász. Nagyon sokáig kiderült a mesterséges megtermékeítés, hogy a nőgyógyász volt a fél városnak az apja. Persze, mert a nők azok mentek oda nagyon termékenyíteni. Hát még a német nők azok okosabbak voltak ilyen szempontból, mert lejártak Olaszországba, meg Spanyolországba ezekhez a macsókhoz, és ő csak egy dolog érdekelte, hogy egy jó macsot fogjon, fölcsináltassa magát, majd a hülye férje meg fölneveli. Mert erről szólt, tessék észrevenni, tessék utána járni. Most Ed magazin csinálta a statisztikát, nem én,
hogy a Németország harmadát, amit bevallotta a bocsika, az a harmada, az külföldön csináltatta magának a gyereket valakivel. Igen, meg hát mesterséges megtermékenyítéssel, meg mit tudom, micsoda, de már a férje hát az nem képes, az magtalan, meg tudom én, és akkor valakit kijelölt apát, és apaletta, paletta. De hát ez van. Tessék, parancsolj! Úgy gondolom, hogy ez a két gömb, mikor összemetsződik, ez tulajdonképpen egy UFO-t ad ki. Hát neked jó a meglátásod, de nem arról van szó. Én tudom, hogy nem arról van szó, csak analógia. Formai analógia. Formai analógia. Egyébként az UFO-k azok nem ilyenek, de ez sem olyan. Tehát arra gondolná, hogy ez szimmetrikus, de ha az egyik gömb nagyobb, akkor nem szimmetrikus. És mindig nagyobb. Vagy majdnem mindig nagyobb. Az egyik, mint a másik. Tudnék, a teremtőben ilyen kiáradás sorozatok vannak, és hát mely hol van a legkisebb gömböcske, ahol megy. Aztán hátrafele mindig nagyobbra nő, és akkor ezek, ahogy egymásba beleterjednek, ezek a gömbök, azokon belül van a termékeny zóna. És csak ott van a termékeny zóna. Előtte rossz fele kanyarodik, nem oda kanyarodik, tehát utána sem. Csak van egy néhány impulzusnyi távolság, ahol termékeny. Ugyanúgy az embernél is, ugye? Az 5 éves gyerek még nem termékeny, a 10 éves kislány sem termékeny, de már a 40 éves nő sem mondjuk nem termékeny. Tehát van egy 30 évnyi, vagy 25 évnyi zónája, amikor termékeny. Na most ez ugyanúgy van. Persze van, aki nem tudja, hogy mitől termékeny. Szóval nekem például a biológus lányok ketten is mondták azt, az ELTÉ-re jártak biológus lányok, hogy a gyerek azért marad el a nőknek a menstruációja, amikor várandosak, mert hogy a gyerek azt teszi. Micsoda? Azt képzeld, te képzeld el. Mert a nagymamája neki azt mondta. És már ugye járt általánosba biológiára, gimnáziumba biológiára, és most már harmadszor járt biológiára az egyetemen, és még mindig ilyen mélyen hülye. Hát ezzel nem lehet mit mondani. Tényleg nem lehet mit mondani. Tehát ezeket a baromságokat cipelik magukkal, a napkorongot, a ízét, azt is ottól hallotta, állatcsillagot ottól hallotta, és akkor mondogatja. Tessék, mondjuk. Fekete lyuk megnevezéssel mi a helyzet? Az helyes? Helyes, abszolút. Mert fekete. Fekete. Azért fekete, mert hogy már a fény se tudja elhagyni. Azért fekete lyuk. De nincs ott semmilyen lyuk. Tehát lyukat ne képzelj oda. Csak egy fekete, egy neutron csillag, amikor már olyan baromi sok tömeg van ott egy kupacban, hogy már a fény is csak így elindul, az visszaesik, olyan nagy tömeg van, hogy visszakanyarodik a fény a felszínére. Tehát már nem tud elhagyni a fényt, se nem tud világítani magyarul. Nem tud saját fényt kibocsátni. Persze bocsájt ki, mert a közelében lévő anyag, ahogy beszívja magába, az ilyen halálordítást ad. Az összes anyag, ami oda közelít, ugye, tehát oda vonz egy másik csillagot, mondjuk van egy milliónyi csillag benne, tömegre, és akkor jön egy ilyen kis porbapukkantos csillag, és tesz, hát gyerekek, hát az így, és kész, ki, belét kifakasztja egyből, hát ugye, mert ez egy hatalmas nagy tömeg, és ahogy kifakasztja belét, ott nagy felfénylések vannak. Ugyanilyen felfénylések a kvazárok is, csak azok sokkal messzebb vannak. A kvazárok azok az univerzum határán lévő pusztuló csillagok. Tehát az utolsó felkiáltása ez, hogy jaj, nekem végem van. Tehát kifakad a bele annak a csillagnak, napnak, mert az ugyanaz. Tehát a csillag vagy a nap, az ugyanaz. Ez nem egy másik valami. Csak az a nagyon érdekes, hogyha Etoának hívták a napot, az csillagot jelent franciául, ugye? Mert egy francia sumér szótárban ott van, hogy az Etoának hívja, a napot Etoának, a csillagot Etoának hívja. Az viszont tudta, hogy a nap az egy csillag. Nem tudom, hogy érzed-e, hogy ez miért fontos. Meg baromira másképp néz ki. Hát a nap az nagyon-nagyon-nagyon másképp néz ki, mint este a csillagok. De nagyon szemre, egyáltalán nem hasonlít. Na most, ha valakinek erről nincs fizikai csillagászati tudása, az nem azonosítja a kettőt. De ez az ókorban azonos volt. Na, de honnan tudták? Mert UFO-k nincsenek, tudod? Sosem voltak, nem is lesznek. Na jó, rendben, nem voltak, nem voltak, te tudod. Csak éppen honnan tudták? Akkor most már akkor azt magyarázd meg.
Tessék, parancsolj. Lehetne hallgatói kérdés is. Hallgatói kérdés. Alakul, mint egy túrusz. Igen, jaj, de jó. Csak úgy találtál. Csak úgy találtál életemre egy ilyet, hogy az univerzum az úgy néz ki nagyjából, mint egy túrusz, ugye? Milyen érdekes. És én erről beszéltem már mikor. Hát nem túrusz, de a túruszhoz nagyon hasonlít. Itt van. Így néz ki. Ez már megoldalom van. Akkor is okos volt, aki ezt kitalálta. Ez az sokat tud ez, ez nagyon sokat tud, aki ezt csinálta. Tudni, ez a megnyilvánulatlan, amit most mutatsz, az a megnyilvánulatlan. Tehát a világban mások is erősen foglalkoznak ezzel, és jó felé haladnak. Tehát nem ezeket az ökörségeket fújják, amit már 105-200 éve fújnak, hanem jó felé haladnak. Megkeresik az atomoszt. Az atomoszt keresik. Az a görögöknél már megvolt, ugye honnan tudták, mit meg... Azt mondja, az oszthatatlan, ugye? Na ez az oszthatatlan. Ezt nem lehet ketté osztani. De aztán ellentmondás, hogy mégis megkettőződik. De a két egész lesz belőle, és nem két fél. Tehát ez a borzasztó érdekes. Tehát erről a Védák könyve, tessék megnézni, hogy úgy lesz kettővé, hogy két egész. Tehát nem két fél lesz belőle, mint a félbe vágni egy almát, hanem két egész lesz. Na most ez a tórusz mit csinál? Ez így áramlik. Nézd meg, csak a luk felé áramlik fölött, felső részébe, és beáramlik a lukba, aztán kiölve kijön, megint beáramlik a lukba, ez így. Ez egy úszógumi, ezt látjátok magatokba? Mert ha valakinek nincs térlátása, úszógumit az is tapperolt már gyerekkorában, nem? Vagy ugráltál úszógumival gyerekkorodban, biztos. Talán már most szégyenled, de hát akkor is. Na most ez az áramlás, két dolgot is csinál ez a torusz, ki vesz észre? Mit csinál még? Forog is, úgy van. Még így is forog. Nem csak így fele forog, hanem még így is forog. Egy kettős forgást végez. Na most, amikor ez a tórusz, ez igazából egy nagyon érdekes felület, de nem egyoldalú. Mert ennek van belső, meg külső fele. De amikor eddig eljutsz, ott középen ez kereszteződik. Ez a 8-as számunkban, a végtelen jelünkben ott van. Tehát ezt mindenki ismeri. Milyen érdekes, hogy ott a végtelen jele. Azért csak tessék, a fekvő 8-as, ugye az a végtelen jele. Milyen érdekes, hogy a faszda van ez? Honnan vették ezt? Hoppá! Tehát a tudást, persze, mert ide, a földre, aki itt ül, mindenki földön kívüliek leszármazottja. És aki nézi, az is mind. Tehát nem ám az, hogy lemásztunk a fáról, és kiokosodtunk. Hát én érdekes, hogy föltettem a Budapesti Orvost, a Dunai Egyetemen volt egy előadásom, még az átkos határa 28 évvel ezelőtt körülbelül, mert itt 91 óta vagyunk ebben a művöldes házban, minden héten, és még nem fogyott el a mondani való. Az már jó, nem? Jó, van benne ismétlés, mert a beülő új ember nem ért bele semmit. Láttam a fejébe, hogy így forog az agya, nem ért egy szót se az egészből, és akkor valamit elmondok meg, hogy ő is élvezze, mert különben nem jó. Hát akkor olyan lesz az iskola, a gyerek lemarad egy tananyaggal, azzal nem ért végig semmit. És akkor végig nem érti az egészet, és akkor ott kapkod meg, izgul meg, fölhívnak, ja Istenem, annak sikerélménynek kéne lenni. Hát alig várná, hogy őt fölhívják, hogy kaphasson egy ötöst. És a gyerek fosik ott össze-vissza, gyomorbeteg lesz, meg mit tudom, micsoda, meg fölhívnak. Mert mindig le van maradva, mert kicsit tudják, hogy mennyivel lehet túltölteni egy gyereket, hogy azt már ne tudja teljesíteni, és nem is tudja. És akkor utána mindig fenyegetve érzi magát a tanártól, ez a fegyelmező módszer, tudod? Tehát nem lehet beszélgetni óra alatt, csak azt mondom, hogy szétültetnek benneteket, ugye? Azt szoktam mondani. Amikor valaki, hogy beszélgetés közben, önálló beszélgetésben zajong, és akkor szoktam mondani, hogy szétültetlek benneteket hülyeségből, de egyébként lehet beszélgetni és kérdezni. És itt csak az újabbnak mondom, ha új beült ide, akkor az, mert látok újat köztetek, tehát akkor nem értesz, mondtuk, hogy nyugodtan jelentkezik, parlamentális a dolog, akkor én befejezem a mondatot, és akkor mondjad, hogy mi a kérdésed, és akkor arra próbálunk választ keresni együtt. Lehet, hogy én nem tudom a választ. De az itt ülőknek a fele minimum egy egyetemi diplomával bír. Úgyhogy vagy egyetemista, vagy egyetemi diplomával bír az itt ülő. Tessék, parancsolj! Szeretném visszakerülni a polgárnak az illetve csinálók megsemmisülésre. Mi történik ilyenkor, amikor
csillagi célsavra fenntartó szeránnyát? A fenntartó szeránnyát általában befogja a fekete lyuk. De az nem anyagi. Mit? De az nem anyagi. Nem anyagi, de van tömege. Tehát a térszeránoknak van tömege, hát miért? Mert görbült teret kelt. Ami görbült teret kelt, annak van tömege. A fénykvantumoknak is van tömege, de nem részecskék. De ez benne az érdekes. Tehát egyfajta egységek, de nem anyagi részecskék. Anyagtalanok. A fénykvantumok meg a térkvantumok anyagtalanok. Azt mondja ő szeránnak, szerán az azt jelenti, hogy égi hely. Tehát igen, a nappal is van egy szerán. Ezt hívták ugye úgy, hogy napisten. De ez nem azt jelenti, hogy mi a napba hittünk. Mert aki ezt gondolja, az egy hülye. Hát sose hittünk a napban. Tessék majd észrevenni, hogy a katolikus Bibliában is azon, hogy a napba öltözött asszony. Milyen nap? Milyen? Hogy öltözött egy nő a milliófokos napot magára vette bundának? Vagy mi a csoda? Érted? Hát hogyne, mert ő is egy fénykvantumnak az eleme. Az a királylánya, hét tűzokázó sárkánynak a várában, az a királylány. És ő szüli a királyfiakat, és a királyfi szüli, vagy csinálják a újabb királylányokat. Tehát, hogy ez egy folyamat, ami állandóan újra és újra, iszonyatos tempóval állandóan újra keletkezik. De itt arra gondolja az iszonyatos tempó, hogy milliárdszor keletkezik egy másodpercben. Tehát őrült tempóval, nem az van, hogy ilyen szép lassan majd fölnő 20 év alatt egy kislány is lesz belőle szép asszony. De nem erről szól, hanem itt nem is biológiai lényekről van szó. Bár mindenki megpróbálja oda lerágatni. Mert ő más nem ért. Transzcendens világot ő nem érti. Nem, hát a geometriát nem tudja, nem tudja a gömböt, vagy a kockát, vagy nem tudja kiszámolni egy kockának a felületét, pedig hát az aztán a viccek vicce. De azt se tudja kiszámolni. Meg a, mit tudom én, ilyen harmadikos lányt korrepetáltam, és a harmadikos gimnazista lányt korrepetáltam, mert több bukás lát, mert már csak a körömreszelés izgat, tehát eljött az ideje a körömreszelésnek, ugye, meg a körömlakkozgatásnak, itt az ideje, 17 évesen, zebeg a stupendi, hát az adja magát, ugye. Hát normális az, a fiúknál is, ugye, izé van, keresik a lányokat, a lányok meg a fiúkat, normális dolog. Na jó, de hát rá van kényszerítve, hogy az iskolában ezzel töltse az idejét. Nem a párválasztással, amikor már jönne az ideje, hanem majd 30 évesen párválasztasz. Ugye? És akkor, hát akkor meg már, hát már mindenen túl van, már nincs benne izgalom. Már mindenen túl van. Már volt ez is, az is, meg minden volt. Már mindenen túl van. Akkor lesznek ilyen, izék, ilyen aberrált idióták. Ja, ez most már kötelező lesz rövidesen. Csak nézguljatok. Már szerencsétlen Orbán már felelősségre fogták, most figyeltem, hogy nem volt a buzi felvonuláson. A gyerekek az, hogy van, nem jó, de hát jó. De az, hogy százmilliókat költünk a rendőri védelemre, az már nem annyira jó. Mert a te pénzedből van. Hogy egy ilyen gicses, semmire való, ilyen régi izé, vállalati felvonulásokhoz hasonló ilyen teherautókon ott mentünk, egy handa-banda volt. Hát ezért semmivel nem jobb ezek a nagyon felvilágosult felvonulások. Hát semmivel nem jobb. És ott malackodnak, disznokodnak, mit tudom, mindent csinálnak, szóval mindent lehet, az az érdekes. Most a gyerekeket ugye, látják az utcán a gyerekek. Bocsánat, nekem azt meg kell magyarázni a három vagy az öt éves unokámnak, hogy ez miért csinálja azt, amit csinál. Meg kell magyarázni. Jó, hogy majd megtudja 10 éves, 12 éves korában, bocsánat, meg fogja úgyis tudni. De most azért az óvodás gyereket vezettem a kezemnél fogva, és hát ugye 11 unokám van, most már egy dédunokám is van, örömmel jelentem. Nagyon aranyos. Igen, itt született a Margit kórházban. Az a lényeg, hogy nem jó. Ez nem jó. Higgyétek el, hogy nem jó. Ez egy ráerőltetett, ez szabadságnak van átszázva, de ez a szabadsághoz semmi köze. Ez, higgyétek el, egészen biztos vagyok benne, hogy a bilit föl fogja borítani egyszer csak. És büdös jön belőle. Sok-sok büdös. Tehát nagy baj lesz belőle. Tessék nekem elhinni.
tessék elhinni, hogy ebből nagy baj lesz, amit most Európában csinálnak, abból is őrült nagy botrány lesz, ha háború, polgárháború, cirkus, lesz belőle, nem kell másokat várni, készüljetek, legyen otthon azért hideg élelem. Bizony, bizony, legyen, mert ki fog törni a balé. Addig úgy is verik a dobot, ameddig nem sikerül, higgyétek el? Már a mérit a cigányokat lerövöldözték, az mi volt? Aztán érdekes módon, hát én nekem ott olyan beszólások voltak, amiben én hú, mondom, hát ez ilyen titkosszolgálati dolog volt. Aztán kiderült, hogy tényleg benne volt a magyar titkosszolgálati is, nem csak a magyar volt benne. Ó, ott dolgozott a pali meg, szóval nem az, hogy benne volt, tudott róla, dehogy, ott dolgozott. Mondták, hogy már nem. Jó, hagyjál már. Szóval ez is ugyanolyan, tehát próbálták Magyarországot fölrobbantani, jön a, ilyen tavasz, olyan ősz, majd jönnek most, nem arab tavasz lesz, hanem európai tavasz, vagy európai ősz. Higgyétek el, tél már nem lesz, mert azt a délről jöttek nem bírják. Hát figyelj, hát azok nem bírják. Azok most beerőszakoskodtak Svédországba, de 20 fok hideg lesz Svédországban, ezek ott halnak meg. Hát ezek ilyen 40 fok melegben nőttek föl, gyerekek, hát azt meg fogja bírni. Hiába erőszakoskodott oda, befagy a seggen. Ezek nincsenek a hideghez hozzászokva. Tehát oda erőszakoskodták magukat, mert a jólét, meg a pénz, meg a... Hát mondom, jó van. Ez egy zsoldos hadsereg, csak figyeljetek. Na hát itt az áramlás, hogy megy egy forrás ennek a felületnek a mentén, amikor már kereszteződik. Ezt az útvonalat járja be, ez egy vortex, úgy nevezzük ezt, hogy vortex, és azért vannak pontokkal a kiáradások ábrázolva, mert különben befeketednek a képernyőn. Tehát nem látszana semmi belőle, mert ugye ez mindig több és több felületet kell mutatni, és akkor nem jön össze. De látszik, hogy egy kúpos valami rohan az elején a kiáradásaival, és az a kúpos valami nem más, mint a teremtő, aki már önmagában záródott. És ott van egy... Egy nagyon régi kép, ez a Soul Storage-ban már régen nem kavarunk, de ezt nem is én rajzoltam. Ez a sikertelen behatolás, ugye? Mert belehatol az anyába, de kifordul belőle. Amikor visszacsatolja magát, nem bír fönnmaradni úgy. Tehát annak megvan a tánclépése. Tehát, hogyha nincs, akkor nem lesz belőle téridő. Tehát ez nem. De van a... Várjál? Jaj, belátottam mikrofon. Na, megjött a Ferike. Szevasz, Ferike, rég vártuk. Ezen van a cerkám. Egy KF kezdetű fáj, az egy könyvtár, ez a Kocsis Ferenc barátunknak a könyvtára, ahol az Esemény Horizont újságot szerkeszti. Nem mi szerkesztjük az Esemény Horizontot, ő nálam tanult az elején, és aztán önállasította magát, szó nincs arról, hogy ezt én irányítanám, bár most is levelezünk vele. Időnként vannak furcsa kirohanásai, de azért én szeretem a Ferikét, mert tehetséges. Tehát, mert kevés a tehetséges, még akkor is szeretem, hogyha ő azt mondja időnként, hogy úgy utálok, mint a Ferenc. Hát most jól van, mit csinálsz. De közben azért ír, mert nincs csak ez szóljon, pozna vége van. Tehát amikor eljutsz a tudásnak egy szintjére, pozna vége van. Érted? Olyan, mint a mászol fel a pozna, és oda van írva a pozna végére, és a résztábla, hogy itt a pozna vége. Tehát minden tudós így járt. Tehát amikor nagyon sokat haladt, akkor nem volt, aki ezt szóljon. Az összes kollégái néztek rá, mint a ló a mozi egyre, nem értettek egy szót sem abból, amit mond. Tehát dogmatikusok voltak, mert lehet, hogy bizonyos szintig okosak voltak, de amikor eljutottak valameddig, onnan nem tudtak tovább lépni. Akkor már ők léptek volna tovább. Ilyen, hogy team munka nem nagyon van. Szóval igazából jó team munka az nagyon ritka és rövid idejű. Szóval nagyon nehéz. Itt van egy időforrás, ami fél fénysebességgel halad, vagy hogy a saját terjedési sebesség a múlt terjedési sebességnek lehet nevezni, és ez a múlt terjedési sebesség, ez a fél fénysebességgel meg most itt éppen, azért van ilyen aszimmetrikus, mert tessék észrevenni a Vazarellinek az ábráit. És a Vazarelli azt mondta, hogy ő a téridő szerkezetét kutatta.
Ezt mondta Hazerelli. Na de ha nem fizikus van, ugyanúgy, mint én sem. De hát ha nem tudja megcsinálni a fizikus, akkor kénytelen neki látni egy olyan, aki nem fizikus, de talán megtalálja megoldást. Hát mondjuk, segíts magadon, az Isten is megsegít. És tényleg azokkal a kollégákkal, akik ebbe valameddig eljutottak, azok mind találkoztak földönkívüliekkel, és majdnem mind kapcsolatba lépett az Istennel. Pontosan az Isten lépett vele, de az most mindegy. Hívta és jött. Egyébként nem, másnak nem. De nem azt jelenti, hogy nincs meg, ezért, de van. Hát mit beszélgessen egy kocsma tölteléke? Ne így áll, Pistike, már olyan, úgy nézel ki már. Lánytaglogat, jaj, de rondán nézel ki, Pistike. Legfeljebb ezt ugye neki mondaná, mit tud neki mondani? Hogy Mariska, ne így áll már, hú, nézd már meg összepisáltat magad, jaj, de szörnyű vagy. De ez van. Hát, de mit beszélgessen vele? Nagyon érdekes, mert a főnökkel beszélgettem, én mint főpap szoktam időnként vele beszélgetni, főnökkel beszélgettem, és azt mondja, képzeld el, volt egyszer egy matróz, aki csontrészegre itta magát egy ilyen nagy teherhajón, és olyan vihar volt, hogy még az a óriási nagy teherhajó is, mint a dióhé úgy járt az óceánon, és nagyon be volt csinálva. És félelmében leitta magát, de nem tudott átmenni a túloldalra, mert át kellett volna valahogy menni a hajón, tehát olyan hullámok csaptak át, hogy ott nem mert elindulni. És akkor elindult, aztán kapaszkodott valamibe, hát onnan sehova, mert őrült vihar, szélvihar volt, ilyen 150-es szélvihar, vagy mit tudom, 100-as vagy 150-es szélviharba, te nem nagyon tudsz grasszálni, voltatok már ilyen szélben, én voltam. Próbáld ki, hogy nem tudsz megállni, hát mi az, hogy megállni? Elszállsz így, mint a falevél. Hát az, a nagy kamionokat elfújja. Hát nézd meg, egy csomó film van fönt, meg mutatnak ilyeneket, hogy a kamion földönti a nagy megpakolt 100 tonnás, vagy 80 tonnás, vagy 40 tonnás kamion földönti. Hát 40 tonnát azért nem könnyű földönteni. És mégis földönti, tehát azért 150-es, 180-as szelek, az már embertelen. Én csak 110-esben voltam, és így lehetett csak megállni. Arra mondta a Hoffi, és mi lesz, ha valaki kikapcsolja a szelet? Pofára se. Na, itt már ez a tahion átlépi a saját terjedési sebességét, és ahogy átlépi a saját terjedési sebességét, ott megfigyelhettek benne olyan mandorlákat, ha észreveszed, ami az előbb az oltárképen volt. Ez ugyanaz a mandorla, nem egy másik. Ez a teremtő. Ezt hívják úgy, hogy teremtő. A fizikában felfedezték, egy Otto Lann nevezetű fizikus fedezte föl, a hidrogén színképvonal felhasadásnál feltételezte, hogy valahonnan energiát nyernek a hidrogénatomok, és tahionoknak nevezte ezeket a tömegtelen része, ezek tömegtelenek, nagyon lényeges, tömegtelen részecskéket, vagy mi a fenéket, valamiket, mert még részecskének se lehet mondani, ezek az időforrások. A vízelem, a tűzelem, meg az a úszógumi, ez mind az időforrásokról szól. És az az atomusz. Honnan tudtak erről a görögök? Mert ez tényleg osztatatlan, ezt nem lehet ketté vágni, hogy még az atom az nem osztatatlan, az egy marhaság, nekünk ezt tanították, emlékszel? Mert az atomos és az atom az osztatatlan is. Hát lehet, hogy kémiailag megváltozik, hogyha én ketté vágok egy atomot, mert azért lehet. Gondolj csak az atombomba robbanásnál, meg mit tudom én, hát ketté lehet szakítani egy atomot, igen. De az tök más, mert ott még anyag marad. Az benne az őrület, hogy az még anyag marad. De ezeknek az időforrásoknak nincsen semmilyen tömege. A teremtőnek nincsen semmilyen tömege. Ő kelti a tömeget, mint jelenséget. Amikor visszakanyarodik magához, és elkezdi ezt az örökös körforgást, egy ilyen időhurokba záródik, attól kezdve természetesen van tömege. Miért? Na? Görbül teret kelt. A görbült, az kiáradó görbül teret kelt, és az már a tömegjelenséget produkálja. Tehát nem elgörbíti a teret, bocsánat, ő kelt görbül teret. Az nem ugyanazt jelenti, hogy elgörbítek valamit, vagy eleve görbe. A gömb az mindig görbe. Nem elgörbült egy gömb. Hát ez benne az örület. Hogy lesz egy mandúból bindó? Hogy lesz egy mandúból bindó? Akkor kettőződik meg, amikor mindjárt az elején, amikor kereszteződik az első kereszteződés. Arra gondolj, hogy egy tórusz
csavarodik, ez az áramlás benne, de addig csavarodik, még először keresztezni egymást középen. A hullámteret? A felületet, a hullámtérről még nincsen szó, csak egy felületről. És az keresztezi egymást, és akkor a bentből kint lesz a kintből bent, tehát lesz egy ilyen nagyon bolond váltakozás, egyoldalú felszín, a Möbius szalagot, már csináltatok Möbius szalagot? Na, azt csináljatok, az csak egy papír szalag, amit egy fel egy csavarsz rajta, összeragasztod, utána van lehet nagyon jókat játszani, hosszába kettévágni, mi nagyon érdekel, húzol rá egy vonalat, húzott, és visszajutsz ugyanarra vonalra, de mind a két oldalon rajta van, hát nincs is két oldal, mert egy felet csavartál rajta, tehát ezzel megfordítottad az egyik oldalt, és ettől kezdve már ilyen van. Na ez a ott a Möbius szalag, a képen éppen, ez a felet csavart Möbius szalag, ez a Kocsis Ferinek az alkotása, és az a lényeg, ott össze van ragasztva ott pont a kép tetejénél, azért váltott kékből fehérbe. Tehát most a lényeg, hogy megcsavarod ezt a szalagot, akkor ez egy egyoldalú felszín. Ezt próbálta a Klein, aki a Klein palackot kitalálta, az egy fizikus volt. Ezt próbálta megcsinálni, nem sikerült neki. Nem volt buta, jó felé kaparászott, de nem sikerült neki. Az, amit előbb láttál, az a középen kereszteződő, az már sikerült. Ha megnézed, az első könyvemben már benne van. Tehát az 91-ben jelent meg, de 85-ben írtam. Tehát az már abban benne van. És akkor, amikor, hát érdekes volt, mert akkor beszéltem a főnökkel, nem először, de már nagyon régóta nem beszéltem, és akkor beszéltem a nagyfőnökkel, az egész rendszernek a fő nagyfőnökével, nem az ördöggel. Mert az is nagyon okos, tehát hozzá kell tenni. Hát a két teremtő, hát az mind a kettő nagyon okos. Hát nehogy már az buta legyen, meg gonosz, meg mint felnőtt gonosz. Megcsinálod te magadnak a hülyeséget, nem küld téged bántani, bántod te saját magad, ami előke vagy. Miért kiítad téged a pálinkával állandóan? Magadat itatod, nem? Hát nem kényszeríti senki rá, hogy így áll. Nagyon ritka eset az. Haverok mondják, hogy így áll még egyet, meg mit tudom, meg még. De mondhatod, hogy kell már, nem kell már, hány ingere van már, és kész. És akkor ennyi. De nem mered azt mondani, mert akkor elveszted a barátságot, mert ilyen hülyeségettől félsz. Mert ez barát, aki téged ilyen hülyévé csinál, hogy szétiszod az agyadat, ha így is kevés van, akkor képzeld el, még iszol is. De így is vékony vagy, mint a fenem, a maszkosságban a brummogás olyan kevés, és akkor de ennek a nagy részét még el is iszod. És hogy milyen jól vagy megteremtve, még mindig tudsz beszélni. Hát a végén már nem annyira, akkor hebegsz, habogsz, dadogsz, őzöl, ugye? Jó van. Tehát ez a Möbius szalag, ez jó fele indult el, de ez még mindig a síkagyú, ugye egy szalagból próbál elindulni. A felület kell hozzá. Tehát nem szalag kell, felület. Az a tórusz, az már jó. És ott mindjárt más is feltételezte, hogy igen, a tórusz. Van egy amerikai professzor, aki nagyon jókat írt, még a nem tér nem időről is, meg mindenről írt. Tehát olyan dolgokról írt a Kramer professzor. Az olyan jókat írt róla, hogy le a kalappal már ezelőtt egyszerre kezdtük, 85-ben. Nagyon érdekes. Én is 85-ben kezdtem, ő is 85-ben kezdte. Hát 85-ben már öreg voltam, ugye 44-ben születtem, már öreg voltam. Hát mondom, a franc, aki megeszi. Én itt mindent összeolvastam, mindent néztem, láttam, tudtam, de senki nem mondta el, hogy működik a világ. Hát olvastam teóriákat, de olyan gyengék, mint a lágyőszi harmad. Tehát nem jó. Az anyag mindig volt. Tehát az anyag mindig készen meg volt, az összes anyag, és ez volt az ősrobbanás, ugye, hogy volt egy ilyen bazi nagy energiaanyag gombóc, hogy szétrepült, de kézigránát, és bah, értem. Hát azért már ez azóta kezd ingadozni ez az elmélet, ez a gamóféle, meg ez a féle elmélet. Kezd ingadozni, ugye, mert aztán kiderült, hogy ez a hülye ősrobbanás nem tudja a fizikát, mert hogy egyre gyorsul. Tehát, hogy a szétrepülő darabok, tudod, ha fölrobban egy bomba, akkor fölrepülnek a repeszek, aztán puf, leesnek a földre. A világűrben is egyszer csak megállnak a
szétrepül. Ha a világűrbe robbantok fel egy ilyen repeszbombát, szétrepülnek a darabja, és sokáig elmennek, de egy idő múlva aztán azok is megállnak, kész. Mert ott azt mondod, hogy hát ott légüres tér van, van a rossz sebek. Nagyon légritka, de nem teljesen üres, hanem lenne lapszél. Például. Ha lenne, lenne légüres tér, akkor nem lenne napszél, mert ott a napból a korpuszkulák fújnak. Tehát nitrogénatomok, szénatomok, stb. Szállnak szétfele a naprendszerbe. Amikor ez a protuberancia kilő, akkor egy csó szétrepül mindenfelé. Tessék, Pancsa. Az lenne a kérdésem, hogy mitől marad meg a bolygó keringése? Ugye mitől marad meg a bolygó keringése? Ó, ez nagyon izgalmas. Ez pont a napistennel van összefüggésben. Tudnénik, a napban van egy térszerán. Ez a napban lévő térszerán egy hatos szimmetriájú fénykvantum, nem nyolcas, mint a, ez a fénykvantum, amit világít, hanem egy hatos szimmetriájú fény, egy speciális fénykvantum. Pontosabban először az van, és abban keletkezik a nyolcas szimmetriájú a téridőben. De ez nem egy koordinátorrendszer, szóval azt felejtsd el. Az úgy rossz, hogy van. Ez a Descartes-féle marhaság, mint ez nagyon jó, az AutoCAD-hez jó, de a fizikához nem jó. Tehát az egy gyermeteg elképzelése a téridőről. Le van foglalva az minden irány, és akkor megpróbálják az időt úgy beletuszkolni a rendszerbe, hogy lekapják a Z-t vagy az Y-t, valamelyiket lekapják az XYZ-ből, koordinátorrendszerből, lekapják, oda tűzi helyett a skaláris tét, a vektoros térhez. Ó, de érdekes! Ó, milyen ügyes! Szóval nincs elképzelés soha. Na, rosszabb, de rosszabb. A Minkowski kezdett jót csinálni, de aztán abból nem lett semmi. Az Einsteinnek volt a matek professzor Svájcban. Na, az kezdett jót csinálni, mert az időt egy felfúvódó gömbbel próbálta leírni. Az jó, mert a gömb a skalárisan nő, ugye? Az minden irányba egyformán nő. És te is olyan vagy. Tehát aki itt ül, az mind azt csinálja, vagy az a szék, amin ülök. Ez mit csinál? Az összes atomja hullámokat tárasz magában. Ez már a téridő, és tessék majd észrevenni, hogy hogy keletkezik. Így keletkezik. Visszakanyarodik az anyában az atya, a hullámterek miatt, vektor szerkesztéssel szerkesztető, és megjelenik előtte ott egy ilyen halványan zöldbe ott, látod, egy virtuális forrás, az azért van, ugye, mert belerohant saját magába, és meglátta magát maga előtt menni, mert hogy ő belement a saját múltjába, és az egy képet hoz felé, hogy ő ott megy. Igen, csak ő már nem ott megy, hanem már itt rohan, mert gyorsabban mozog a terjedési sebességénél, a fénysebességnél, tehát ő vissza tud menni a saját múltjába, abban a pillanatban egy időugrok keletkezik, és elkezd így szaporodni. Egészen egy hatos szimmetriáig fog szaporodni ez az egész. Ez a hatszínú lótusz a védákban, tessék majd észrevenni. Ez a mahad. Úgy hívják a védákban ezt, hogy mahad. Ez a hatszínú, tudod mi ez? A téridő. A téridő precíz, pontos függvénye, mert ez egy függvény, hát ez nem egy képzelgés, meg egy művészeti ábra, rossz sebe, ez egy függvény. Csak szép. És ez csak egy metszet. Miért mondom? Mert ez olyan, mint a csigaház. Tehát ez nem síkbeli, amit itt most látsz, hanem csigaházszerű, mindegyik felület olyan. És ezért lótuszvirággal, szirvókkal, tenzor felszínek, ugye csak ez a fizikában ott vannak a tenzor felszínek. Hájjajá, bocsika! Csak ez már nem jött össze az agyába, hogy ez az időugrok hogy működik. Parancsolj! Az ennek kérdésem, hogy ezek a források miért kanyarodnak be? Mert belerohan az anyába, az szerkeszthető, belerohan az anyába, és mindig ketté hasad. Azért hasad ketté, mert egy kettős időben megy bele, és mind a kettő szerint mozog. Tehát két időforrás lesz, ami egy. Erre van bizonyíték, abszolút fizikai mérési bizonyíték az EPR jelenségnél, amiről szintén álma nincs a fizikusoknak, hogy mi okozza. Hogy már 20 km-re elvezette egymástól a két kettévágott fénykvantum darabot, és amikor ezt átviszem a polarizátorot, ugyanabban a milliárdod másodpercben ez is megváltozik. Nem fénysebességgel, hanem azonnal. Na erre megtaposták a fizikusok a galapjukat, és mindenféléket káromkodtak, olvastam a cikkeket róla. Mindenféle káromkodtak. Mit tudunk, ilyen lóakat, ezt tudunk fizikából, ilyeneket írtak. Tehát, amit a lóhimbál. Nem tudunk semmit. Hát,
Nem véletlenül, mert ő érezte, hogy de ez igaz, mérem, látom, nem az van, hogy képzelgek, meg fantázia, meg ezotéria, rosszsebet, ott mérem. Ennek ellenére, húha, megváltozik azonnal. Tehát hiába viszem el akár 50 km-re, 1000 km-re azt a két darab fénykvantum darabot, ezek mindig egyek maradnak. Na de mi köti össze ezeket? Hogy működik? Hát azok az időszálak, amiről már hát keresgéltek, de nem jutottak igazán eredményre. Ezek a stringek, a cipőfüzök. A szintén a Kaluza meg a Klein csinálta, tehát azok az időszerkezettanban nagyon messzire jutottak. Hát a végére nem, de nagyon messzire, és ez fontos. Mert nézd meg, ez a hatszínű lótusz. Egy rétegezett teret kelt, nem véletlenül más mindegyik színre, mert ez hat téridő, tulajdonképpen hat független téridő réteg. És ez a rétegezett tér, nagyon lényeges, hogy rétegezett, de nem hullámszerű, nem ilyen színuszok, meg ilyen felejtsd el a lezajlása, van, nincs. Tehát ez olyan rétegezett tér, és ezek a gravitációs hullámok, képzeld el. Ezek a gravitációs hullámok. És ezek a gravitációs hullámok mindenen átmennek, mindenen. Nincs olyan, hogy elnyeli ez, meg elnyeli az, de akármit szarakodhatsz, semmivel nem tud elnyelni. Ezeknek a gravitációs hullámoknak vannak olyan hullámgödrei, olyan interferencia pontjai, hát ennek is vannak valamennyi, igen, ott látszanak benne ilyen furcsa interferenciák, de nem igazán erről van szó, de ha már két ilyen időforrás van egymás közelében, bár fénysebességet taszítják szétfele egymást, ahogy elérik egymást, rögtön szétlökik egymást, mert a fizikának az alapja, amiből ez keletkezett, ott van a legesleg alapja, hogy a vízelemek a külső felszíneiken taszítják a többi forrásokat. És ez gyorsította fel a káosznak az időforrásainak a mozgását, az még nem tér meg, mert nem, nincs ott még tér. Ott még csak a káosz alapelem, tűz és víz van, akkor keletkezett az első levegőelem, ez a levegőelem, amit most itt látsz, és nem a gázkeverék, meg nem a tengervize, meg a gyertyalángja, nem ilyeskedj. De ugyanúgy, mint az Isten bácsi, egy nagy zavaros izé, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, hát itt van, ezt látod, ez a Szentlélek, amit most látsz, ez a Szentlélek, ne keresd, ez az. Ez az első levegő elem, és ez az, amit kérdeztél, hogy mi mozgatja a Földet körbe-körbe. Nem én kérdeztem. Ja, bocsánat, mi mozgatja körbe a Földet? Hát ilyen hullámterek. Tudnék, ennek van egy tangenciális taszító hatása is, meg egy radiális is. Az azt jelenti, hogy sugárirányba kifelé is taszít, meg forgat is, mert ez egy spirál gömb. Nem spirál, hanem egy spirál gömb. Egy fénysebességgel terjedő spirál gömb, de ez egy felület, ugye? Elér egy forrást, ez oldalra is ellöki, meg kifelé is ellöki. Tehát nem csak sugárirányba taszít, hanem ilyen mozgásra készíti. És ezek a hullámok, a téridő hullámok, ezek originálisabbak, mint a Föld forrásainak a hullámrendszerei, és az azt jelenti, hogy ők minden, ezek előtt vannak, nem minden előtt. Az első téridő az igen. Azelőtt már csak a teremtők kiáradásai voltak, aztán semmi más. És amikor létrejött az első téridő, a Szentlélek, az a hely, abba történhet az univerzum keletkezése. Addig semmi. Nincs anyag, nincs energia, nincs fény, nincs semmi. De nem azért, mert gonosz, és nem azért fekete, és nem. Hagyjál már ezek a maraságokkal. Szó nincs ilyenről. Arról van szó, hogy ez a valami elkezd létezni. Ez még nem okos. Létrehoz egy hullámteret, és ez a körbemásolódós hullámtér, ez egy darab fénykvantum. Egy darab fénykvantum. Szóval az egy darab fénykvantum minden fordulatnál árasztja magából kifelé az elágazásokat. Annak is megvan a függvényrendszere, tehát le tudom vezetni, meg tudom mutatni, csak attól elalszik a fél közönség azonnal, de ha valaki nagyon akarja, akkor megmutatom neki a szerkesztést, megmutatom neki, stb. Na a lényeg, hogy ez kiszerkeszthető. Tehát nem kell elhinni. Szerkeszt ki, ez jön ki, akkor meg miről beszélsz? Ez jön ki. Háromszög szögeinek az összege 180 fok, bemugoltatták veled, ugye? De volt egy kicsi hiba, hogy csak a sík háromszögre igaz. Na ez a pici hiba volt, amit nem mondtak. És ott meséltek ilyen Bolyai Lobachevsky féle nagyon bonyolult nyerekfelületekről, mert voltak ilyenek, tudod, már az egyetemen.
Tehát azt már mikor kellett volna, általánosban el kellett volna mondani, hogy ez csak a síkháromszögbe igaz. Nem kellett volna többet elmondani, de legalább azt, hogy ez csak a síkháromszögbe igaz. Mert ha a Földre rajzolsz egy gömb alakú Földre, rajzolsz egy, elindulsz az északi sarkon, lemész az egyenlítőhöz, elfordulsz 90 fokot, elmész 10.000 kilométert, vagy egy negyedet a Földön, és visszamész az északi sarkra, az egy háromszög, egy gömb felületén. De nagyon érdekes, mert mindegyik szöge 90 fok. Tehát 270 fok lesz, és nem 180. Tehát, és akkor ketté vágsz egy dinnyét, pont így ketté vágsz egy gömböt. Hú, akkor még vadabb a helyzet, ugye? És ezeket kell végig gondolni, mert nem gondolják végig, megeszi a dinnyét. Hát jó, persze megeszed, na de hát miközben felszeletezz egy dinnyét vagy egy almátát, még gondolkozhatsz is. Szóval nem azon, hogy milyen jó lesz megenni a dinnyét, hanem azon is lehet gondolkozni, milyen érdekes ezeknek a szögrendezőknek. Na most persze, ha valami együgyű közegben vagy, és ott erre elkezdesz gondolkodni, akkor leszólnak meg, lelöknek a pályáról. Hagyjam ez a hülyesége, már mindig ezt a hülyeséget, ezt fogod hallani. Biztos voltatok ilyen helyzetben. Hogy a hülye az megpróbál téged lelökni a pályáról, pláne ha agresszív és erősebb is nálad, akkor nagyon is csak, hogyha nem vagyod abba, mert majd én azt mondtam neked, hogy így van. És amiről tanulunk, az Allah. Én nem vagyok Mohamed, hozzáteszem. Allah a legnagyobb. A teremtő a legnagyobb. Tudod miért? Mert végtelen. Annál nagyobb nincs, a végtelennél akarsz nagyobbat. Két végtelent akarsz. Szóval, hogy akarod elképzelni? Akkor menj a másik irányba. Tessék, Pácsa. Ha az univerzum határa felé akarunk menni, akkor elindulhatunk a közepe felé is? Elindulhatunk a közepe felé is. Hogyha ezt az alma formát nézzük. Persze. Persze. De hát ugye elmész a déli sarkról, találsz egy ilyen kis asztalkát, amin van négy nyíl négy irányba, és itt mindegyiken egy N betű van. Ez az Antarktiszon van. Pont a déli sark. Egy kis asztalkaszerű, egy ekkora, és van rajta négy darab nyíl négy irányba, és mindegyik nord, 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 nord. Tehát bármerre indulsz el, északra mész. Mert a déli sarkra már akármerre indulsz el, csak északra tudsz menni. Ennyi. Tehát így elindulsz onnan, és el fogsz jutni az északi sarkra. Igen. És kész. Nem érdekes? Na ezeken érdemes elgondolkodni. Egy dinnyével is lehet térbe gondolkodni. Tehát nem csak megzabálni kell valamit, gyerekek. Hát az Isten adott neked, teremtett neked, odaadta neked. De azért talán elvárná tőle, fiam, hát a zabáláson kívül már kicsi máson is törd a fejedet, már ne legyél ilyen rettentő együgyű hülye. Mert hogy az emberek jelentős része ilyen együgyűségnél megelégeli, az kész. Na most aztán vannak olyan társadalmak, ami valamiért kitermel egy igényt a tudásra. Tehát valaki elmeséli neki, hogy megtanult programozni, és mit tudom én, itt te 10 dollárból élsz egy héten, de ő 5 perc alatt keres 10 dollárt. Mert programozó lett, és mit tudom, micsoda. És akkor ő addig nem nyugszik, ameddig programozó nem lesz, mert ő is annyit akar keresni. Mert ez nagyon lényeges. Tehát, mert egy olyan jól fizetett rabszolga akar lenni, nem egy ilyen rosszul fizetett. Vagy ilyen alamizsnát kapó rabszolga akar lenni, hanem ő egy kicsit jobban akar keresni, megélni. És tényleg lehet. Én mondtam, hogy tanuljatok, de hát nem tanult senki, mert minek. Ha ja, hát akkor más, nem kötelező, ilyen is lehet tanulni. Ha ilyen hülye vagy. De azért csak úgy mondanám, hogy Magyarországon most hány programozót lehetne eladni? Na, 10 000? 10 000-et el lehetne adni. Most, ha azt gondolod, hogy az a programozás az olyan végtelenül, érthetetlen, borzasztó, és soha az életet, te azt meg nem tudod tanulni, és úgy mondanám neked, hogy a lányok különösen jól meg tudják tanulni. Nem a fiúk, a lányok. Mert a lányoknak sokkal jobb a memóriája, mint a fiúknak. De az összes ilyen kaptafon munkát a lányok jobban csinálják. Mert jó a memóriájuk. Ezért kell mindenőtt husikámnak szólítani, mert különben vége van. Álmodva. Nem azt mondod, hogy husikám, hanem van a szaj. Ez a rögtön rétre jön a budapesti rodeó. Tudod milyen? Hogy a Katika nevező feleségedet, a Katikát nevez Mariskának, aztán maradj rajta. Vetni fogja magát rendesen, mint egy vadló. Na szóval az ilyen, hogy jó, hát
kellene kitörni ebből a körből. Kitörni úgy lehet, ugye, hogy megnézel egy csigaházat. Itt egy csigaház. Ez egy rendes csiga. Ebben semmi különleges, nincs ilyen csigaházat. Sokat összetapostál, de egyet se néztél meg alaposan. Ha szépen ketté fűrészel, de az üres csigaházat nem fog fájni a csigának, nem ölsz meg csigát, nincs dráma. Tehát szépen egészt is le lehet csukni, szépen egy vasfűrészsel így óvatosan ketté fűrészeled, egy ilyet fogsz kapni. Most tudod, az van, hogy a lengyelek nálunk sokkal, de sokkal élelmesebbek voltak. Láttam a Fekete tenger partján, hogy abból éltek a lengyel nők, hogy abból csináltak pénzt szállodára, mindenre, kajára, mindenre. Ilyen csigákat így elcsiszoltak a kövön, ilyen érdekes volt a csiszolatuk, nagyon izgalmas kinézésük volt a csigáknak így elcsiszolva, és akkor vett valahol olcsó pénzét bőrszíjat, vagy hozta magával otthonról, ilyen vékony kis pertliket, mint a cipőfűzőcske, de a vékony. És rákötötte, és ezt árulta. És megvették. Megvették a turisták. Nem volt annak se ipara, se semmilyen. Kirakott 3 darabot, és azt mondta, hogy 5 dollár. És akkor elvitték. És meg volt neki a szállodára a pénze, meg volt a kajára a pénze, még haza is tudott vinni. Tehát ez volt a lényeg, hogy értelmesebbek. Itt meg hangos sírásban kezdenek meg követelőzni. Tudod, az a nagy harci helyzet, ha te neked most te nagyon gazdag vagy, van 100 millió, olyan gazdag vagy, már fú. Persze nem olyan nagy gazdagság, de te annak képzeled, mondjuk egy proli léleknek ez elérhetetlen nagy pénz. Na most, ha hallgatsz az isteni sugallatra, mindenki a testvérem, szétosztod a Magyarország lakossága között azt a 100 milliót. Mert te jót akarsz, tudod mit fogsz kapni? A pofádra. Tudod, hogy álljan fognak téged mindennek elordani? Menj innentől szemét, minek képzelsz engem? 10 forint jut mindenkinek. Most oda mész hozzá, és azt neki 10 forintot, nem vagyok egy kódus, húzzál innen a francba. Pedig kódus, de hát már 10 forinttal már azt is megalázod. Tehát ennyi. És tényleg ennyi. És akkor adjál, vagy menj oda minden nap valakihez, és adjál neki egy 1000-est. Csak úgy. Adjál neki egy 1000-est. És próbáld ki, ez egy évben, vagy egy hónapban 30 ezer forint. Na, elfogy a 30 ezer forint, és utána nem adsz neki 1000-est. És arra mész. Azt fogja mondani, hogy mi van az 1000-esemmel? Követelni fogja tőled, figyelj, követelni fogja. Mert ugye rászokott minden, akar hoz egy 1000-est, ez jó van. És akkor én abból tudok kaját venni, meg mit tudom, én mindent meg tudok venni, takarok, ilyen apróságot, ez egyik oldós a másiknak. Tehát érdekes ez, csak az emberek így viselkednek. És ezért nem olyan nagyon nagy ötlet az, hogy mindig segélyeket osztogatunk. Az nagyon, avval lehet egy társadalmat leépíteni. Tessék majd észrevenni, hogy a kocsmába hordják. Vagy tessék észrevenni, Ausztráliában. Ugye az abók kaptak ilyen segélyt a végén már, mert először lemészárolták, ahogy ért, a kutyát úgy mészárolták le őket. Na aztán a végén már nem mészárolták őket, hanem azt mondták nekik, hogy bocsika, és akkor kaptak valamilyen minimál pénzt, valamit kaptak az államtól. Jaj, mind alkoholista lett. Addig nem ittok, de attól kezdve mind alkoholista. Volt pénze, de nem tudták kötni a pénzre, nem volt bálva agyilag. Ezek a természetben éltek, nem tudtak, az abok, aboriginelek, ugye, nem tudtak mit kezdeni a pénzzel, és föltettem a Honiversitas CD-n rajta van, vagy 10 abó szótár. Ja, és van rajta körülbelül olyan 1000 szótár van rajta, érdemes hazavinni és elnézegetni, mert ott van, meg lehet venni a 2000-ér a táboranyától. Úgyhogy, és ebből, ha valamilyen szóval kíváncsi vagy, meg tudod nézni minden nyelven, latin betűvel van többnyire, talán a hun szótár az van, de ott a kanjikkal le van írva, mert a Xiongnuknak a szótárát tettem föl, az az ázsiai hun. És azok használják a kanjikat. És azt mondta, hogy az kínai eredetű. Nem. A pekingi egyetemen azt tanítják, hogy ők a hunoktól tanulták az írásbeliséget. Azt minket meg ilyen nagy hunkuta, ilyen európai, nyugat-európai rettentő, a Thomson, egy rettentő nagy kutató írta a hunok című ilyen vastag könyvet. Hát, hogy azok nem tudtak írni, azok nem. Na tényleg? Haver. Te még lába lettél, amikor nekünk már mindenféle kulturális dolgaink voltak. Bocsánat. Csak nézd meg, a Szent Koronát nem tudták leutánozni. Csak nézd meg, hogy milyen technológia.
Korezmet csinálták 1700 évvel ezelőtt. Bizony. Tehát ezek mind majdnem, hogy űrtechnikával készült dolgok, mert hogyha te megpróbálod utánozni, hát próbáld ki, és akkor rájössz, hogy hát ez nem lesz egyszerű. Igen sok aranyat fogsz elpocsékolni, mire valamennyi sikerül ebből. Csak a gyöngyrotokat olvasd rá a felületre, meg ezeket, ami a filigránok, amik a koronán rajta van. Na, itt van a csigáz jobbos és balos változata, és az a nagyon érdekes, hogy ez a tengervíz hőmérsékletétől függ. Innen folytatjuk. 4 fok azt hiszem az a hőmérséklet, amire átfordul a csiga ellenkezőre. Jó, köszönöm a figyelmeteket, és mert hogy fél 9 van, és akkor 10 perc szünet, és innen folytatjuk.